Még júliusban jelentette be a kormány a Dunafer megmentését, mint ismert tavaly év végére a Dunafer fizetésképtelenné vált, a gyár működése ellehetetlenült, több ezer dolgozó munkája került veszélybe. A szakminisztérium akkor azt is közölte, hogy a gyár megmentésében a GFM többek között jogszabályok megalkotásával és a felek közti koordináció kialakításával működött közre, majd arról is tájékoztatták a közvéleményt, hogy a Liberty Steel adott be érvényes és nyertes pályázatot. Mostantól változik a vállalat neve, a korábban felszámolt Dunafer Dunai Vasmű új neve, Liberty Dunaújváros lett, a cég tulajdonosa 2023. október 20-a óta, ugyanis a Liberty Steel Group, a brit-indiai acélipari csoport sajtóinformációk szerint 55 millió euróért vette meg a vasművet. Novák Katalin Fejérvár megyei látogatása alatt az erőműbe is ellátogatott. Ekkor hangzott el az is, hogy sikerült a Dunafer válságát felszámolással, majd nyílt értékesítéssel megoldani, és az acélgyártáshoz szükséges eszközöket, épületeket két cégbe tömörítve értékesíteni. Novák Katalin az acélmű meleghenger művében megismerhette az új tulajdonos, a Liberty Steel Group képviselőit és az acélművet érintő terveket. Ezek között szerepel a zöld forradalom indítása, amely a kibocsátás csökkentését, a termelékenység növekedését célozza meg. Hónad János elmondta, a látogatás megerősítette, hogy a dunaújvárosi vas- és acélgyártást fenn kell tartani. Betonacélra minden országnak szüksége van, hengereltárúra minden országnak szüksége van, durvalemezre minden országnak szüksége van. Egy ország építőiparának alapanyaggal való ellátása pont ugyanúgy hozzátartozik a szuverenitáshoz, mint az ország határainak a megőrzése, vagy a nemzeti nyelv és kultúra fenntartása. Akkor kiemelték, a zöld acélgyártáshoz a szakmai tudás jelen van a Dunafernél, és az alapanyag is az acélhulladék. Ebből 1 millió tonna van Magyarországon.